komáromi Baranta csapatot Herceg István, Tóth Gábor és Bugár György alapította 2008 év végén. Úgy gondolták, a hagyományos magyar harcművészetnek mindenképpen helye van a városban. Ez be is igazolódott. December 2-án ünnepelték megalakulásuk 15. évfordulóját az Aranytál étteremben. A hagyományoknak a tovább vitele, megélése is fontos dolog volt. Tehát magyarnak születtünk, én mindig is úgy gondolom, hogy nemzeti beállítottságú voltam, és hát evéget létrehoztunk egy csapatot, és akkor ennek kifejezetten az volt a célja, hogy a két komáromi városrészt összekössük, a magyar identitást, vagy önazonosságtudatot azt megerősítsük, és Észak-Komáromba is, meg Dél-Komáromból is szedtünk össze tagokat, így volt a kezdet. Annó a 8 főből álló lelkes csapat Kopecsnyi Gábor vezetésével kezdte el az edzéseket. Számos fontos állomás történt a Tolma Baranta csapat életében a 15 év alatt. 2010-ben hivatalosan is bejegyezték őket Észak-Komáromban. 2011-ben Almás pusztán megalakult a Baranta völgy, melyet hosszú éveken át építettek, fejlesztettek. Versenyekre jártak, Baranta bajnokságokon vettek részt, Németországba is eljutottak. Jó kapcsolatot alakítottak ki a civil szervezetekkel. Az együttműködésekkel elindultak a bemutatók, és saját versenyeket is szerveztek. A komáromi rendezvények rendszeres résztvevői, az iskolákban ismeretterjesztő órákat tartanak. 2017-ben megkapták Komárom város polgármesteri díját, de több jelentős esemény történt 2023-ban is. Van egy magánterület, az egyik csapattagunknak a birtoka, és ott a polgármester támogatásával megépítettünk egy jurtát, úgyhogy az most már fix terület. Meg még az is fontos dolog, most ebbe az évbe így eszembe jut menet közben talán, hogy bekerültünk a felvidéki értéktárba, tehát a Baranta mozgalom bekerült a felvidéki értéktárba, és a felvidéki értéktár az tovább adta a magyar értéktárba a felvételi javaslatunkat, hogy kerüljünk be a magyar értéktárba is. Azt szeretném, hogyha jönnének hozzánk a fiatalok, egy pár fiatalunk van is szerencsére, és akkor ők ezt vinnék tovább, ezt a dolgot, amit mi elkezdtünk, vagy aminek az alapjait most letettük. Aztán ők ugyanolyan sikeresek lennének, ez csak rajtuk múlik. Mi itt vagyunk, és tényleg nagy szeretettel várjuk őket, megtanítjuk őket mindenre, amit tudunk, és ez az irányvonal, ez a nemzeti elkötelezettség, ez minden tagunkban meglegyen. Én azon vagyok. Köszöntőjében Molnár Attila polgármester elmondta, a Tolma Baranta csapat megmutatja, hogy mennyire fontos egy összetartó közösség ereje. A hagyományok tisztelete segít abban, hogy egy valódi értékközösséghez tartozzunk. Az ünnepségen köszönő leveleket adtak át mindenkinek, aki az elmúlt 15 évben segítette az egyesület munkáját.